Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Az előző alkalommal megismerkedtünk a feszültség, az áramerősség és az ellenállás fogalmával. Most újra átvesszük az eddigieket, csak egy kicsit másképpen, valamint megnézzük azt is, hogy milyen matematikai összefüggés ejtőzik meg a háttérben. Megismerkedünk az egyik legjelentősebb törvényel is, ami nélkül elég nehéz elboldogulni az elektronika világában. Kezdjünk hát bele! Az elektromosság megértése nem is olyan egyszerű feladat, mint az elsőre gondolnánk. Ennek az elsődleges oka az, hogy nehéz elképzelnünk, nehéz képet alkotnunk a jelenségről. Hogy közelebb kerüljünk az elektromosság megértéséhez, célszerű bevezetni egy régi, de jól bevált analógiát az elektromosság hasonlóan működik, mint a víz. Képzeljünk el egy csővezetékből felépített hálózatot, amelyben a folyadékot a gravitáció ellenében egy pumpa mozgatja, keringeti. A vízvezeték cső a benne lévő vízcseppeket továbbítja, hasonlóan az elektromos vezetékhez, ami a töltéshordozó elektronokkal az elektromos energiát szállítja. A rendszerben a pompa az elektromos áramforrás, például az elem vagy akkumulátor szerepét tölti be. A vízhálózatunkban szerepel még egy szabályozó csap is, ami változtatható ellenállásként képzelhető el. Valamint található még egy vízikerék is, ami pedig egy villanymotornak feleltethető meg legkönnyebben. Ez az elrendezés analóg egy elektromos hálózattal, Áramkörrel. A vízvezetékben nyomás van a pompa miatt, ami a feszültségnek felelthető meg. A víz csak akkor áramlik, ha két pont között a nyomás nullától különböző. Ez nincsen másképpen az elektromosságban sem. Ha nincs feszültség, nincs áramlás sem. Ha az áramot folyadékként képzeljük el, akkor a feszültség egyfajta elektromos nyomásnak tekinthető. Amikor egy 9 voltos elemről beszélünk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy 9 volt feszültségkülönbség mérhető az elem két pólusa között. Az elem a legegyszerűbb áramforrás, melyben egy vegyi folyamat játszódik le. Melynek következtében szabad elektronok keletkeznek, ezek egyik irányból a másikba folynak. Például képzeljünk el az elem belsejét két víztartályként. Az egyik legyen tele, a másik pedig üres. Ha most összekötjük őket egy csővel, akkor a víz addig folyik át rajta, az egyik irányba, míg az üres tartályban ugyanannyi víz nem lesz, mint korábban a teli tartályban. Tehát a két mennyiség kiegyenlítődik. Ugyanezt csinálják az elektronok az elem belsejében, egyik szélétől a másik felé haladnak. Amikor a csap teljesen el van zárva, nem folyik víz a hálózatban. Ez olyan, mint amikor az elektromos hálózatban a fogyasztó ki van kapcsolva. Amikor kinyitjuk a csapot, a nyomás hatására a víz a pompától áramolni kezd, és mozgásba hozza a kereket. A csővezetéken adott idő alatt keresztül áramló folyadék mennyisége az áramerősségnek feleltethető meg. Ez a hasonlat segít megérteni, hogy az áramerőség függ a feszültségtől, példánkban a pumpa erejétől, valamint az ellenállástól, vagyis hogy a csap mennyire van nyitva. Analógiánk még az ellenállás keresztmetszettől való függését is segít megérteni. Egyszerűen beláthatjuk, hogy a kis keresztmetszetű cső jobban akadályozza a vízáramlását, mint a nagy. Ha azt akarjuk, hogy a kerék gyorsabban forogjon, jobban meg kell nyitnunk a csapot, vagy nagyobb átmérőjű csövet kell alkalmaznunk, azaz csökkentenünk kell az ellenállást, és növelni a pumpa nyomását, azaz a feszültséget. Összefoglalva a fentieket, amikor például egy 9 voltos elemet használunk, képzeljük el az elem feszültségét, mint víznyomást. A vízfolyás elektromos megfelelője az áramerősség, a csap pedig egy változtatható ellenállásnak tekinthető, amelyel az áram folyását akadályozzuk. Ez a három mennyiség egymással szoros kapcsolatban áll, a kapcsolatot pedig az Ohm törvény fogalmazza meg. Óm német tudós volt, nevéhez fűződik az elektromosság egyik legjelentősebb törvénye. Az Ohm törvény kimondja, hogy az áramkörbe kapcsolt fogyasztó sarkain mérhető feszültség, és a feszültség hatására a fogyasztón átfolyó áram egyenesen arányos, ha a fogyasztó hőmérséklete állandó matematikailag az alábbi egyszerű formulával írható le. A feszültség egyenlő, az ellenállás és az áramerősség szorzatával. Ezt legkönnyebben úgy jegyezhetjük meg, mint uri képlet. Ohm törvényét legkönnyebben a képletpiramis segítségével tudjuk megjegyezni. A képletpiramis az A egyenlő B szorozva C típusú képletek ábrázolására szolgál. Segítségével könnyen megjegyezhető az adott képlet. A fent található betű azt a mennyiséget jelöli, amely két másik mennyiség szorzatából áll elő. Ezek az alsó sorban szerepelnek. Nézzük meg ezt a gyakorlatban. Legyen a keresett mennyiség az U, azaz a feszültség. Ha most letakarjuk az ujjunkkal az U betűt, akkor az alsó sorban marad az áramerősség és az ellenállás. Ezeknek a szorzata adja a feszültséget. Legyen most a keresett mennyiség az ellenállás. Ha letakarjuk az ellenállás erét, akkor a feszültséget osztanunk kell az áramerősséggel. U osztva I-vel megadja az ellenállást. Legyen most a keresett mennyiség az I. Az I értéke már könnyen kitalálható. Ha letakarjuk az I betűt, akkor azt kapjuk, hogy az áramerősség egyenlő a feszültség osztva az ellenállással. Látjuk, hogy nagyon egyszerű az Ohm-törvény használata. Ebben a rövid videóban megismerkedtünk az OM törvényével, ami kimondja, hogy a feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos. Tehát hányadosuk állandó. Ez az állandó a fogyasztóra jellemző adat, és a fogyasztó elektromos ellenállásának nevezzük. Már nem vagyunk messze attól, hogy valóban megtervezzük és megépítjük első áramkörünket, de addig még pár kisebb elméletet át kell rágnunk. Legyetek akkor is velem, köszönök minden megnézett percet, ha tetszenek a videók, iratkozzatok föl a csatornánkra, addig is jó munkát, tanulást, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!